Megmásztuk Spanyolország legmagasabb pontját. Ez nem más, mint maga a Teidei Tenerifén, és ez egy még aktív, gőzölgő, füstölgő vulkán. Meglehetősen tekintélyes, 3718 méteres magasságával elképesztő látvány nyújt, már csak azért is, hiszen a tengerszintről indulunk, és gyakorlatilag 45 perc alatt ott vagyunk a Teide vulkán látszólagos lábánál, ami olyan 2300-400 méteres magasságon fekszik. Innen kell majd fölmásznunk további 1400 métert, ami, hogyha megnézitek az arckifejezésemet, a végén és az elején, akkor láthatjátok, hogy igen nagy különbség van közötte. Na de kezdjük a történetet a legelején. Motorral indultam el arra a találkozó pontra, ahol a többiekkel együtt mentünk föl egy kocsival a hegyre. Szerencsére Bencének, aki szintén egy magyar digitális nomád itt a szigeten, volt bérelt autója, így nem kellett motorral mennem, amit nagyon-nagyon nem élveztem volna, mert fent olyan 11-12 fok van, és motoron nem olyan nagy élvezet fölmenni 2300-400 méteres magasságba. Valahol ott van fönn a Teide, de nem látszik a felhőktől sajnos, és ennél a benzinkútnál van a találkozó pont. Itt fognak engem fölvenni, itt lent hagyom a motort, mert motorral oda fölmenni kínszenvedés lenne. Csapatunk most is nagyon nemzetközire sikerült, van egy olasz, illetve egy cselány, egy lengyel fiú, meg két magyar srác, magamat is beleértve. Ahogy ezt mi előre sejtettük is, szerencsére áthaladtunk a felhőkön, és olyan magasról indult a túránk, hogy viszonylag szép, tiszta időnk volt. Erről pluszba az is gondoskodik, hogy gyakorlatilag ez a felső rész, ez egy vulkán a vulkánban. Hogyha föntről megnézed, vagy akár egy Google Maps-en, akkor láthatod azt, hogy egy óriási nagy kráterben van a mai vulkán gyakorlatilag, amit Teidének hívunk. Szóval innen indulunk, körülbelül 1400-nál vagyunk most, és ide megyünk föl, ami egészen pontosan 3718. Az út első harmada ráadásul meglehetősen lankás volt, ami annyit jelent, hogy a következő két harmad brutális lesz. És ugyan a napunk süt, de elképesztően szeles időnk volt, körülbelül olyan 60 km/h szelet mondott az időjárás jelentés. Meglehetősen gyorsan el is értük az első havas részt, amit ki is használtunk, hiszen itt mindig meleg van, és nagyon örültünk egy kis hónak. Itt még tele voltunk energiával. És most sem tudtunk ellenállni ennek a kőnek, hogy megpróbáljuk legurítani a domboldalon, mondanom sem kell, hogy ma sem sikerült. Ahogy haladtunk fölfelé a hegyen, a kilátás egyre gyönyörűbb volt, és egyre jobban látszódott ez az óriási kráter, ami körbeveszi a mai vulkán területét. Egyszerűen lélegzet elállító, hogy a hegygerincen átnézel, és körben mindenütt felhő van, de mégis valahogy ez a hegygerinc megfog mindent, és mi egy gyönyörű, tiszta napos időben mászhatjuk meg a hegyet. Ó, de nézzetek, de gyönyörű! Ez az a rész, ahol kezd igazán érdekes lenni, és hatalmas szerencsénk van, mert északnyugat felől fúj a szél, és délkeleten másztuk meg a hegyet. Bíztam benne, hogy így lesz, de nem voltunk benne biztos, hogy valamennyire szélárnyékban vagyunk, de nem teljesen. Te cool, nem? Cool a verda. Amíg mi itt baktatunk fel a hegyen, addig elmondom, hogy bárki csak úgy nem mehet fel, engedélyköteles a hegy abszolút tetejére a mászás, ami az utolsó 100-150 métert jelenti csak körülbelül szerintem. Az engedély teljes mértékben ingyenes, és bárki megkérheti a videó alatti linkben, amit elhelyeztem nektek direkt arra a célra, ha valaki meg szeretné mászni a Teide vulkánt. Ahogy haladtunk fölfelé, az időjárás egyre zordabb lett, és egyre több lett a havas, jeges rész, ami meglehetősen csúszós volt. Itt már egy kicsit elkezdtünk aggódni, hogy mi lesz majd visszafelé, mert hogy nekünk éjszaka kell majd lefelé másznunk a hegyről. Nézzetek! Ott a tetej, oda megyünk! Még körülbelül 1 óra, 20-30 perc. Ezt ki fogjuk centízni szerintem, de éppen föl fogunk érni.
éppen föl fog kérni a tetejére. Ha minden jól lesz. Kérdik. Kemény, mint a Tarzan sarka. Nagyszerű! Frozen! Nice! Most érünk fel a felvonóhoz. Ha emlékeztek az előző videóban is, pont ezek a sziklák között mentünk át. Nagyon jól néz ki. Mosolytuk el azt a részt, ahol ahova már kell az engedély, ami hála Isten most nekünk meg is van. És most másszuk meg az utolsó részt, ami kb. 45 perc. Szerintem egy pár percen napmenetelő után fogunk felérni. Ha hülye fejeket vágok, az azért van, mert megfagyott az arcom. Volt egy rész, ami nagyon-nagyon szeles. Úgyhogy meg kellett állnunk egy 10 percre, mert mindannyian csontá vagytunk. Szerintem most jön a legszelesebb rész. Fölértünk, srácok! Fölértünk! Oda nézzetek! Itt a kráter! Ez itt a vulkán közepe. És érzem a kellemes zárt tojás szagot, sárga színeket. Füstölgünk! Lehet, hogy megmelegítem a kezemet valahol. Zseniális! Megcsináltuk! Ah, nézzetek! Fent vagyunk! Ez itt a kráter! Ott megy a nap! Pont naplementére értünk fel! Itt látszik, hogy nem tudom, kénes lenne füstölög. Alig kapok levegőt, esküszöm, és nem csak azt, hogy megmásztuk ezt a nagyon magas hegyet, hanem, hogy olyan magasan vagyunk, hogy itt egy... Itt szerintem már érzem azt, hogy picit, nem sokkal, de talán egy picit nehezebben kap levegőt az ember. Nem mozog a szám, nem tudok beszélni, megfogyott. Gyerünk, még elkapjuk talán a... Ott a legmagasabb csúcs, ha jól látom. Gyorsan felmegyek, közben csak egy pár perc. Wow. Jó büdös van. Ilyen foszfor? Foszfor szagot is érzek. Wow. Esküszöm, nem gondoltam, hogy ez ilyen menő ez a hely itt fent. Azt hittem, hogy oké, csak egy kicsit magasabban leszek. De nem gondoltam volna, hogy megéri. Megéri ezt a 200 métert még itt felmászni, és kérni hozzá engedélyt. Csak limitálni akarják, hogy hány ember jöhet föl ide a hegyre. Ezért kell ez az engedély. Mindenki megkapja. 5 perc alatt megvan. És nagyon-nagyon egyszerű. Legmagasabb pontja. Ez Spanyolország legmagasabb hegye, vulkánja. És mindegy, aztunk, hogy 1600 méter. Nem tudom pontosan mennyi, de majd kiírom. Nagyon kemények vagyunk. És nagyon büdös van. Thank you.
kellemesen meleg, ám erősen záptojás szagú gőzök és gázok kicsit átmelegítették a lábamat, tehát újra éreztem a lábujjaimat, ez sokat segített abban, hogy elmérjek indulni visszafelé, lefelé. Természetesen ettünk, ittunk egy kicsit, megmondom őszintén, az ivás nem volt egyszerű, mert a víz megfagyott a kulacsomba. Az utunk lefelé nem volt egyszerű, tényleg vaksötétbe fejlámpákkal mentünk, a teteje elképesztően havas és jeges volt, mindenki legalább egyszer-kétszer elesett utunk folyamán, de megpróbáltunk annyira óvatosak lenni, amennyire csak lehet, és vigyáztunk egymásra.